A felvételt azt elfelejtettük. Egy verseny kimaradt a VOD nézőknek. Semmi extra nem történne, aggódjatok. Szóval, hogy igen, az a keddet tartanám egyébként úgy, hogy akkor az lehetne, és akkor viszont csak a kedd. Maximum, hogyha olyan van, hogy jön egy új story game, akkor az nyilván más lesz, de... Kedden ilyen én is meg a testem live. Nem. Akkor esetleg olyat lehet csinálni, hogy mondjuk, hogyha nagyon nincsen új autós játék egyáltalán, akkor esetleg mit tudom én, a hétfőt is be lehet rátolni, de az maximum, hogyha úgy van. Hihetetlen, hogy egy-két falat így nem lehet leütni. Amúgy köszi Kizu, ez jó ötlet. Azt régen néztem PS-re, de nagyon rossz, az borzalmas az értékelése. Valaki szokott amúgy Twitch-en filmet streamelni. Azt nem is értem, hogy nem kap bant. Na, ide viszont... Ezen nincsen szuper pörgetés? A kurva mennyi pontot lehet... Azt pörgetjük már neki meg a pontokat. Többe... Igen... És ezzel megyek mindenhova. Én rádobálom az összeset. Hogy ez 25-be kerül. Amiket így gyűjtök pontokat, ezt a többire is el tudom használni, igaz? Be nem szólok bele. Láttam itt a kommenteket. Aha. Gyerekek, amúgy most már... Traktor. Most már amúgy vannak tervek, nem csak a halálos iramban. A taxi filmeket is meg akarom nézni. Mindenképp. Újra. A Need for Speed-et is. Minden, ami ilyen autós. Az összeset. Igen, a Death Stranding 2 az jó lesz, de az nem, az mikor jön? Az jövőre fog szerintem csak. Én úgy tudom, hogy az ötbe talán egybe gyűlik, globálisan. Hihetek, van itt olyan a live-on, aki a Death Stranding-et nem vágja? Tehát csak tudja, hogy létre nem játszott vele? You have arrived at your destination. Ez, hogy van-e olyan, ami, tehát, hogy Death Stranding-el abszolút csak... Gyerekek, az a játék az eszméletlen. Tehát azt akkor live-ba ki kell tolni, én azt mondom. De videón végignézted, vagy csak láttad róla a videót?
Igen, az. Ez azért lenne jó heti egy élő adásba, mert akkor, hogyha valaki nem tud jönni, akkor is vissza tudja nézni bőven a következő adásig. Á, gyerekek, az egy álom az a gél. Mondom, figyeljetek, az egy ilyen nagyon, nagyon sztori alapú game, szóval, és játszani amúgy egy kicsit néha uncsi is. De azért mondom, hogy gyertek, csinál, játsszuk ki együtt, amúgy ugyanaz, tehát nem vesztesz vele semmit. Hát sajnos konzolon nincs. De megint amúgy a Windows hiba hang van a rádión. Na nézzük, mi van, ha rossz motorosok megint. Ilyen már volt. Lehet, ez a verseny már olyan, mintha lett volna. Rosszra mentem rá. Ezt már nem megcsináltuk a játék elején. Aha. Metal Gear szerintem nem fogom. Na most kicsit összezavart ez a jelenet, hogy... Hey Blue, thread the needle with me. Majdnem szép volt. Akkor normálisan még egyszer. Don't worry about it. If I tell these guys to run it again, they'll be overjoyed. Most ilyen, ez a cross motoros amúgy szerintem most egy kicsit gagyasz volt. Szerintem ugyanezt tudta leelvén is. Jó. Nézzük, hol vagyunk. Itt vagyunk. Itt van egy ház, de lehet teleportálni, gondolom, ide is. Hány házat lehet még megvenni? Itt is biztos, hogy lesz. Ezt a házat én megveszem. Van. Van. Vegyük meg. Turn around when it is safe to do so. Játékos listában. Ahhoz el kell jutnom a végéig, nem a sztorinak. A fesztiválnak úgymond. Én megveszem az összes házat. Semmi nem múlik rajta, úgyis majd pörgetőzni megház. Register, though, so don't ask me to put in a satellite dish or a basketball court or anything. No. Persze. Enjoy. But like I said, take care. You do not want the National Heritage people after you. Nem szeretném. Gondoltam, megveszem, mert miért ne? Ott is van egy házam. Majd errefele kéne még egy ház.
Mert itt ebbe az irányba nagyon nincs. Na mindegy, szóval itt vagyunk, akkor itt egy új verseny, mehetünk. Jó, akkor lesz egy jó végigjátszásunk. Figyeljetek, a múltkor elkezdtem, de annyira, akkor annyira nem volt ezekre néző, hogy elengedtem a dolgot. A jó múltkorában több mint fél éve. Sem nem volt, most nem lejön, hát nem tudom, hogy folyamat szét a bolt. Na, annyi a lényeg, hogy azt arra emlékszem, hogy az első játék elején lévő átvezetőknek a hossza, tehát csak valamennyit mozogni kell bennem, hogy menni kell, de hogy annyi átvezető videó van a játék legelején, hogy az majdnem 3 vagy 4 óra, tehát az konkrétan az egész stream elejét kifogja. Tehát az első stream abból fog állni, hogy elindítjuk a játékot. Az durva volt a múlt, azon meg is lepődtem, hogy nagyon durva, pedig már kinyomtam egyébként én is. Ilyen 50-60 óra a végigjátszás, de brutális, tehát hogy az valami eszméletlen hosszú. Én ezt megszerzem. Szerintem 10, tehát ilyen 20 körül. Pontosan meg nem mondom neked. Én ilyen 20 körülre tenném. A Death Stranding-et. Gyerekek, nem is ez, hogy... Mondom, én amikor legelőször nyomtam, én abba hagytam. Nekem nem jött be. De 19. november 8. Én először megvettem PS-re, abba hagytam. Utána elkezdtem újra. Én aztán úgy live-ba toltam ki, csak nincs róla vod. Még azt a jó múltkorában, és az már régi sztori, és elkezdtem PC-n, hogy akkor nyomjuk ki újra, és megmondom, én nagyon meglepődtem rajta, tehát hogy ez egy annyira, tehát maga a játék, amúgy mondom, játékmenetben amúgy nagyon sok esetben tényleg unalmas, de mégis azt mondom, hogy benne van a top 3 legjobb játékba. Ha itt lesztek és végignézzük, vagy végigtoljuk, akkor meg fogjátok érteni, hogy miért. Tehát, hogy annyira agyament dologról van szó, ez sztori szempontjából szerintem, hogyha az kéne, szerintem a legdurvább sztoria annak van az összes játék közül. Tehát, hogy ilyen nagyon, ne töltsd le, most már együtt kell, együtt, és akkor olyan, mint a közös filmnézés, én megpróbálok majd haladni benne gyorsan, és akkor kivesézzük, hogy mit gondoltok. Csak a levegőbe való irányítást kapcsolják már be ebbe a játékba egy picit. Hát, hogy azért visszapörgetés van, de levegőbe nem tudok kanyarodni. Legalább annyit, hogy mondom, tehát ugye egy nagyon, csak annyi, egy 2 méterrel arrébb álljon már a lejjel, mikor leérkezik. Csak ennyit szeretnék, köszönöm. Férjen már bele. Mindegy, Mikrobi meg mindenki. Ha bíztok bennem, higgyétek el, gyertek, hogy legyen az, hogy jövő hét kedden elkezdjük, jó? Higgyétek el, hogy jó lesz. Annyi a lényeg, hogy össze kell a seggeteket szorítani, és azt kell mondani, hogy jó, bazdmeg, itt vagyok, végignézem, és a végén meg fogjátok köszönni. Ezt komolyan mondom. Most mondom, hogy lesznek unalmas részek, lesz, amikor tényleg gyűjtögetni kell, utakat kell felújítani, mert sajnos van benne ilyen, ezzel nem lehet mit csinálni, ez egy kivéthetetlen dolog, de eléggé tartalmas történet szempontjából, nagyon-nagyon sok benne az átvezető, és ha odafigyelünk arra, hogy miről szól, akkor elég mélyen szántó az a történet, ami mögötte van.
De nem csak az, hogy mély a sztoria, hanem inkább az, hogy annyiszor fogja a játék azt mondani neked, hogy na, ez így lesz, te meg várod, hogy hogy lesz, aztán olyan pofára esések vannak a sztoriba, hogy kegyetlen. Ez nem igaz. Igen. Alszik? Adjad. Maradja. Hogy a rossz kezembe vagy. Hagysz. Ne, és elmegy. Ennyi volt. Igen. Alapból magyar a játék. Gyárilag van benne magyar szinkron. Szinkron felirat. Próbáljuk már meg a féket azt előbb és belül fordulni. De az lenne amúgy a logik. És passzik nem. Az durva lenne. Ez kemény lenne amúgy. A Detroitot kinyomtam amúgy. Azt megjelenéskor. Ez elég jó volt. Ráadásul ott amúgy én a robotok mellett álltam. Elég érdekes volt a játék. Nem lesz Postal 2. A Postal 8-nál tartok. Na, jó. Egy sor Connort hányszor megölettem. Én nem tudom, én úgy voltam vele mindig is ebbe az egészbe, hogy abban a koncepcióban, amiben én így hiszek, vagy gondolkozom, abban a robotoknak sajnos fordítva. Az én koncepciómban meg lehet a robotokat ölni. Volt erre egy nagyon jó gondolatmenetem, de hogy ezt így hogyan... Jó, a BMW... Nem, gatya. Következő 170 ezer... Duda. Zajcsináló Duda. Ezt így... Nézzük. Ott volt az Isetta. Szemüveg. Párjá van aranygatya. Mik ezek az aranycuccok? Hát... Nálam is a robotok nyertek. Nem nyertek, hanem hát ugye felszabadultak, vagy mi. Quick time eventek nekem. Mert melyik a quick time? Ezek a... Nem az ilyen speed trap, meg ilyenek, nem? Na go. Ne törődj bele! Kicsi, nem lesz sokáig, nincs a pörgetés. Ja! Ő Detroitban. Aha. Ó,
valakinek van mondandója, most ne tartsa magába. Azt mondja, de nincs. Pedig most amúgy érdekelt volna. You have arrived at your destination. Ez jó volt. Voltam én már 120-as is, úgyhogy húzzál bele. Ez még nem olyan nagy szám. Igen, a Red Bull az a map alá. De most már mennyi kell még nekem, vagy mennyi kell még, hogy maxos legyen, mert egy idő után felesleges amúgy gyűjteni. Ja. Nekem már megvan a maxon, 6 ponttal van több. Hogy már elengedtem. Ha milyen híd ez? Víz alatt van. Ez nagyon messze van. Ebben kell. Utiában nincs árvízvédelem, mondnál. Lehet magasabbra kellett volna építeni a hidakat. Nem lesz meg. Ja. Annyira tényleg hozzá kell érni ez a rohadt kapuhoz. Jó, hát amúgy ez a korrekt, csak nem ez vagyok hozzászokva. Egy minimális ráhagyás szokott lenni. Nagyon szeretnék. Én a Gran Turismo miatt kezdtem el videózni. A GT Sport miatt. Az volt az első videóm. A Nordschleife-én megcsináltam a gold időt nagyon nagy szenvedés árán. És azt raktam fel a YouTube-ra, amiatt kezdtem az egészet. Még YouTube-on fönn van amúgy a főcsatin. Ez a videó. Ugye nincsen PS5-öm. Tulajdonképpen azért nincsen Gran Turismo most. Ez a kőfal azért fog egy minimálisan. A karácsonyra terve van, nem biztos, attól meglátjuk anyagilag, mik a lehetőségek. Az igazából csak egy kör a pályán, és akkor láttam, hogy ez így megy. Mondom, akkor ha ezt így ilyen könnyű, akkor onnantól kezdtem el igazából videózni. Ez már 6 éve volt. Igazából az autós játékokra... Hát, amúgy nem akarok hülyeséget mondani, de...
most ősszel két éve, hogy az autós játékokat nyomom. Hey, boss. Ja. Nice paint job. Why not show the artist some love with a rating? Simát venném. Szerintem a Pro nem éri meg. Tehát, ha lejjebb megy az ára, biztos, hogy valamennyivel lejjebb fog menni. Az fix info. Hát az újnak, az izének is, mindegyiknek valamennyivel lejjebb megy. Tehát a, nem tudom, a PS4 mennyivel nyitott, de az is volt már a Pro 120, meg 110, az is amúgy ilyen 160-180-nal indított szerintem, ha jól emlékszem. Valamennyivel mérséklődni fog. Meg ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy a VR headsetet is csökkentették. Én a Sony-ba most... Ez egy nagyon merész húzás az az árcédula, amit rádobtak. Ez most már az a kategória, ami számítógépeket vesztett, hogy már számítógép kategóriába mozgunk. Ráadásul előfizetéssel van online felület. Én úgy gondolom, hogy a Pro jelenleg a nagyon-nagyon rossz választás. És annak egy, én nem lepődnék meg, hogyha a Sony lejjebb inné az árát nagyon hamar, mert nem vennék. Tehát olyan mennyiségben, ahogy szeretnék, nem fogják szerintem venni. Nekem az a véleményem. A VR headsetet se vették, és mert drága volt. Levitték, azt hirtelen elvitték tőle. Azt gondolom, hogy... Szerintem nem fog úgy menni, ahogy kéne, de majd meglátjuk. Lehet, hogy tévedek. Hát én a Pro-nak jelenleg az árát olyan 2-250 közé tudnám azt mondani, hogy az úgy reális. Ez a három, és akkor úgy, hogy a lemez meghajtóval együtt. Akkor azt mondom, oké. Úgy, hogy még elő kell fizetned minden hónapban x ezer forintért, hogy tudjál online játszani. Semmi esetre nem lehet több. Tehát úgy, hogy ugyanannyiba tudsz venni egy számítógépet, amit nem kell online előfizetés, tehát azért na. Meg a játékok ugye drágábbak a konzolra, mint ugye PC-re. Lényegesen az új megjelenések azért jóval drágábbak szoktak lenni. Szóval ez a PS5 Pro jelenleg én egy hatalmas zsákusztának tartom, de majd meglátjuk. De lehet oda célja a Sony-nak, hogy ne adjon el belőle sokat. A franc se tudja. Mert ugye azt tudjuk, hogy ugyanez volt a koncepciója, ugye a PS5-tel ugye volt szívás megjelenéskor, hát most nem tudom, hogy vannak az árak, de... Jó, csak ha megnézzük, aki például mint én is, aki most venne, az tehát innentől ugye a PS5 Pro lenne nekik a jobb eladás szempontjából. Tehát ugye az... Ráadásul ugye a sima PS5-nek... a sima PS... ötnek lejjebb kéne menjen az ára, ugye a Pro miatt. Mert ugye ez viszont a PS4-nél is így volt, hogy amint kijött a Pro, a sima PS4-nek az ára már ilyen 90-nél is lehetett venni. De annak is, a PS4-nek is lement. Nem, a PS4 sima slim verziójának a legolcsóbb verziója az ilyen 90 körül volt boltban, újonnan.
Nem mondom. Hát én is szerintem 130-ért vettem aprót. Kontrollerrel volt 150. Hát igen, de az elején az is 140 volt. Tehát, hogy meg ugye azért azt vegyük már figyelembe, hogy 100 alá már hova menjen le. Tehát ott már nagyon olcsó volt. De megjelenéséhez képest igen mérséklődött az ára. Tehát... meg ugye azt is vegyük figyelembe, hogy nem volt hova lemenni. Tehát azért ez is egy nagyon nagy szempont, hogy nem volt hova lemenni, mert már annyira alacsonyak voltak az árak. De én például láttam Xbox konzolt akcióba, újonnan boltba 60-ért is. Tehát a Black Friday-kor a 60 volt az Xboxnak a fullos legbaszóbb edition-je, az durva volt. Igen, én is azt gondolom, hogy a PS5 Pro-nak lejjebb kell nyomnia a PS5-nek az árát, egyértelműen. A négy lenyomta a simának. Ezért mondom. Mindegy, meglátjuk. Én szerintem, egyébként ha megnézzük a PS5-nek a megjelenési árait, amúgy folyamatosan ment le. Tehát most volt egy áremedés, amit a Kizu is mondott, megjelenéstől számítottan azért drasztikusan lement a PS5-nek az ára. Tehát én volt 300, mikor alig lehetett venni, most már most meg a legvégén 189 volt a legalja. 5-5. Én az 5-5. Az egy dolog, hogy nem hivatalos ár, Kizu. Az egy dolog. Tehát én értem, hogy a Sony nem... De hidd el nekem, hogy ugyanúgy, ahogy levitte a VR headsetnek az árát, hidd el nekem, hogyha a PS5 Pro nem fogy úgy, ahogy szeretnék, akkor azt fogja mondani, oké, okay, 150 euróval, dollárral lejjebb viszont az árt, kész, leszarja. Egyébként igen, a négyet, hogyha akcióban majd lesz még úgy is, akkor megvenném, az biztos. Én is azért vettem meg. Jó, mindegy, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mit mond a... Úgyis alkalmazkodnia kell a közösséghez. Tehát én nem jelentenék ki semmit. Tehát én nem jelentenék ki semmit. Mert a VR headsetnél is ugye ugyanebbe belefutottunk. Én úgy gondolom, hogy ezt majd azt fogja eldönteni, hogy mennyire veszik az emberek. Értem. Indokolatlanul drága a PS5 Pro. Nem tud annyival többet, mint a PS5. Tehát egy hatalmas pénztemető. Ez az egy semmi oka nincs, hogy ennyibe kerüljön. Úgyhogy főleg nem az 50 ezer forintos lemez meghajtó. Ennyi, tehát hogy nagyon durván van árazva. Meglátjuk erre, hogy reagál a piac. Értem. Most nem azt mondtam, hogy ha valakinek van pénze, vegye meg. Szerintem, ha nem fog... Én azt gondolom, hogy most a Sony húzott egy olyat, hogy most már, ha megkérdezne valaki, hogy számítógép, egy 40-60-30-70-es konfiggal majdnem egy jobb gépet összeraksz, mint a PS, amiben aztán csak videókártyát kell fejleszteni. Én itt már nem biztos, hogy azt mondanám, hogy mindegy. Tehát jelen pillanatban, mondom, ha valakinek van rá pénze és megveszi, az a semmi baj nincs. De én úgy gondolom, hogy ez az ár szerintem el fog mozdulni lefelé. Ezt nem azért mondom, hogy nem kell, hogy igazam legyen. Szerintem ez el fog mozdulni lefelé. Kurva drága. Vagy azt mondja a Sony, hogy oké, okay, ameddig az Xbox nem tud feljönni, addig leszarja, és akkor ennyi és kész. Azt is megteheti. Meglátjuk. De nem lepődnék meg, hogyha jövőre ugyanezt a PS5 Pro-t meg lehet majd venni 250 ezer forintért. Mondjuk egy Black Friday-kor, vagy valami nem tudom milyen
szokott lenni az, az a Sony-nak az akciós hülyesége, mondjuk jövőre lemez meghajtóval együtt bundle-be, boltba meg tudod majd venni 250-nél az egész csomagot. Simán benne van. Ajándék lemez meghajtóval. De majd meglátjuk. Igen, ez így van. Még feljebb akarta velem a játék húzatni a nehézséget. Nézd meg, Tropit nem tudom utolérni. De ez lehetetlen. Nincs másik autó. Köszönöm a követést. Rajta adott tudnék a nehézség beállítás. Milyen nehézségem vagyunk? Igen, gyakorlott. Ja, hogy is ezt akart a szakértőnek valónak tenni? Aha. Az mondjuk komoly. Profi. Verhetetlen. Nézzük már meg ezt a verhetetlen dolgot. Ez ilyen nagyon durva cucc. Hozzunk valami másik autót. Az, hogy megint be fogja hozni a telepjárót, nem lesz jó. Verhetetlen az igazi? Gondolom annyira nem lesz durvább. Tehát, hogy az, hogyha nyomod a gázt és nem tudod utolérni az ellenfeleket, annál már hova durvábbat. És meddig várunk Izu a fogadásra? Még 5 évig? Hát, hogy érted, mikor derül ki, hogy most akkor lejjebb viszi-e, vagy nem? Ez fölösleges. De aztán fél évre rá leviszi, akkor mi van? Akkor nem volt igazad. Ez így nem, ebben nem lehet így fogadni. Ezt nem lehet megmondani. 3 éven belül le fog menni az ára. Még az új megjelenése előtt, én úgy gondolom. Tehát így tudom mondani. Most, hogy... Most az, hogy... Ez olyan, most tényleg lehet rá fél évre meg leviszi, tehát ezt így nem tudnám. De egy éven belül nem fogja levinni, azt nem tudom. Igen, de meglátjuk. Nézzük. De az ki! Menj már! Hát zöld volt, vagy zöld, kék volt ez a szar. Elkezdtem időbe fékezni. Feltételezzük, hogy én most későn fékeztem, ez egyértelmű. Nem értem. Nagyon jó az a játék, aludtam rajta, ne csináld! Nem, hát ezt, nem tudom ezt a kanyart bevenni valószínűleg ezzel a kocsival. Hát lassabb autó kellett volna. Egyszerűen elcsúszik. Váltsunk kamerát. Yeah.
az autó, ez nem. Tehát ez így nem tudok vele megtenni. De fékezek, bazd meg, és akkor is elmegy. Nyomom azt a kurva féket. Hozunk másik kocsit, mert ez borzalmas. Hát nyomom a féket, azt megyek vele keresztbe minden irányból. Vissza. Jó, soha nem próbáltam még a Forzában, hogy legnehezebb módot tegyük hozzá. Hozzuk be azt, ami eddig bevált. Kicsit mondjuk szerintem lassú lesz. Akkor egy kérdésem van, hogy bírtál ki annyit a Forzában? Komolyan. Ez elég durva. Én sokat nyomom a krút, de még nekem is csak 600 órán van benne. Az a baj, gyorsulásban jobbak. Tehát egy kicsit komolyabban. Ja, mondjuk úgy haverokkal biztos, hogy nagyon nagy fán. Neked ebben jövőd lesz, most látom. Nem az, hogy lassú. Nem, a végsebessége nem jó ennek a kocsinak. Meg nem tudok vele kanyarodni, várjál. Az anyádat lökjed ki. Na, akkor mehetünk még visszább. Hú, te! Azonban igen, itt stoppol le, ami nekem nem jó. Nem bírom neked utolérni. Hú, te! Ez esélytelen. Ha már elő lennék, akkor visszabírnám őket fogni, de... Ezt. Ott már olyan nyomnám a shiftet, de tud, utána rájövök, itt nem lehet. Én is a nitrót nyomnám amúgy folyamatosan a Forzába, mikor lemaradok. Nagyon hiányzik a nitró nekem is. De elengedem már, mindegy amúgy, hagyd menjem. Produkszer vénáid vannak, annyit tekerget. Ez, amúgy... Igen, az a visszapörgetés. Tehát, hogy az... Azt se értem, hogy én például
ütném azt, aki a Forzába az meg azt mondja, hogy nem lehet a levegőbe az autót irányítani ugratásnál, tehát hogy tényleg ez a... Tízszer kellett visszatekerjek az egyik versenynél csak azért, mert hogy amúgy 2 métert kellett volna, hogy belekorrigálni az érkezésbe, hogy legalább meg kanyarba estem, hogy jó irányba megyek, de a visszapörgetés az minden mennyiségben oké. Okay. Nem értem egyébként. Mondom, volt egy ilyen vitám még jó múltkorában, egy évvel ezelőtt egy ilyen Forza fanatikussal, hogy hát de hogy a izé, de hogy a autót nem lehet a levegőbe irányítani. Nem jó. 300 métert ugratni vele, az lehet. Mondom, oké. Okay. Na mindegy. Szóval ezeknél a ugratásoknál szerintem már kéne a korrigálás. A visszapörgetés is Honeycorn az nagyon csúcs. Igen, de nem tuningolva jó volt. Amúgy. Ez a, nekem ez a izével voltam. Ez nem Honeycorn, hanem már fontos se tudja mi a neve. Honeytron, azt hiszem. Na jó, gyerekek, én azt mondom mára ennyi volt. Még jön a State of Play, azt sem kell valami kaját is. Úgyhogy hónap tali. Este, Crew Motorfest, azt megyünk tovább, megnézzük, hogy mi lesz, jó? Unitruck, ja. Elhiszem, 2000 óra után én már mindent elhiszek. Na jó éjszakát mindenkinek, jók legyetek, hónap folyt, köv. Na, szervusztok, sziasztok, cső.